januári elfoglaltságaink egyike az Agromas Expo Agrár Gép Show minden esztendőben. Jól éreztük eddig mindig magunkat, érdemes volt eljönni, mindig volt megfelelő finanszírozási, gazdasági környezet, hogy ezt a igen nagy költséget ki tudjuk termelni, ezért szívesen jöttünk ide mindig. Ez egyébként a 38.000 nézetméternyi kiállítás területtel az eddigiek közül a legnagyobb. Ezt a kétharmadát a résztvevőknek, ezt a megfosztagok nyújtották ezt a területet. Jól érezzük magunkat, jók a gazdasági lehetőségek, amik az elmúlt években voltak, reméljük ez így is marad, és ezért eljöttünk most is. Ez az első kiállítás Hannover után, ahol megmutatkoznak azok a gépek, amik ott nagy díjat kaptak. Nálatok is vannak ilyen gépek. Mik? 4 éve nem volt Hannoverbe kiállítás, hiszen Covid volt, elmaradtak ezek. 4 év újdonságait összetudták hozni most egybe, és ezért talán dupla akkora volt az újdonságoknak a számossága itt Hannoverben, mint egyébként is szokott lenni. Itt mellettem is található az év traktora díjat kapott ez a traktor. A nagy kategóriában, a király kategóriában, ez egy 650 lóerős traktor, ami gumiherdekkel van szerelve. Emellett nem is tudom végigmondani, mennyi minden újdonságot tudtunk elhozni. Úgy, hogy ez tulajdonképpen a hannoveri kiállítás után a vidéki kiállítások közül, az idegen kiállítások közül az első. Itt minden az, ami megtalálható volt Hannoverben új, az itt megvan. Rengeteg olyan gép van, ami a talajműveléssel kapcsolatos, és azokban is talán forradalmi újításokról lehet beszélni. Igen, hiszen a talajművelésnél egyre inkább a forgatás nélküli talajművelést helyezi mindenki előtérbe, azért, mert azt látja, azt gondolja, hogy ez a jövő útja. Egyértelműen azt gondoljuk, hogy a szántásból sokkal kevesebb lesz, inkább sekélyen megműveljük aratás után a talajt a növényeknek, gyomosodást elősegíti, lezárjuk a talajt, ne párologon több mindent vessék ki, és utána ősszel, attól függően, hogy őszivetés lesz benne, vagy tavasszal csak, egy mélyebb lazítást teszünk meg, vagy lehetséges az össze, hogy egy menetben már vetünk is. Ezekhez megfelelő gépeket, gépességet tudnak itt nálunk is, illetve a kiállításon mindent megnézni is, beleszerelmesedni, és talán a következő szezonban már mindenki tudja is ezeket használni. Itt a megnyitón beszéltetek mindnyájan az autonóm traktorokról, az autonóm gépekről. Pontosítsuk, hogy mit jelentenek ezek. Az autonóm gép az tulajdonképpen, ami gépkezelő nélkül kimegy a földre, vagy kiviszik a földre valaki, ott elengedi, és egész nap képes dolgozni. Ez nem csak azt jelenti az autonóm gép, hogy kimegy és egy bizonyos útvonalat, tehát magyarul végigjárja a földet, nem, munkát végez, tehát magától munkavégzésre alkalmas. Olyan traktorok, amik kimennek a földre, és végig tudnak menni tulajdonképpen a területen, olyan már most is található Magyarországon. Most arra fejlesztünk, hogy minél több munkaeszköz legyen arra alkalmas, hogy komplett munkavégzés képesek legyenek elvégezni. Kiviszik egy 50 hektáros táblára, egész nap dolgozik, vagy fél napot dolgozik, és utána visszajózzuk a gépet a földről, és elvégezte munkát. Ilyenekre fejlesztenek most, nem csak arra, hogy végig tudjon menni megfelelő úton a táblán. Te mindig azt szoktad mondani ezzel kapcsolatban, hogy az emberi tényezőt azt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát hol van itt akkor az ember? Az ember most még, hiszen ilyen gépek, ezek még csak az álmokban vannak meg, az álmok kategóriájában, illetve olyan egyszerű munkavégzésre képesek, amik ez nem kell komoly emberi felügyelet. Például egy talajművelősnél csak megműveli a talaj felső 5 cm-ét, nem tömődik el véletlenül, nem esik le róla a penge. De az biztos, hogy ezeket a gépeket valamilyen szenzorokkal, valamilyen ellenőrző módon ellenőrizni fogják. Nem csak azt, ami egyébként már, ahogy mondtam, működik, hogy végigmenjen, hanem végigmenve folyamatosan olyan munkát végezzen, ami megfelelő minőségben el tudja végezni az igényes munkát is. Na most ehhez kell még fejleszteni a munkagép kapcsolatot. Tehát az autonóm traktor végigmegy, de kell hozzá olyan autonóm munkaeszköz, annak az ellenőrzése, hogy ez végén azt lehet sem mondani, hogy ez jól el van vetve a kukorica, jól meg van művelve a kultivátorra, jól le van kaszálva, nem jelentett problémát az, hogy például leesett a késpenge, vagy eltömődött a kukorica vetőcsöve. Miniszter úr itt a megnyitó beszédében többféle pályázati lehetőséget vázolt föl. Ti gépforgalmazók és hát a gépgyártók mit tudnak ezekből a pályázatokból profitálni? Hát az állattartó telepi korszerűsítésnél van egy gép lehetőségű választék, akkor van a kertészeti gépek beruházásában a borászati üzemeknek a fejlesztésétől kezdve, és ősszel, amit nagyon-nagyon várunk, hogy megint ki legyen írva tél elején a digitális pályázat, amiben
remélhetőleg megint lesz traktor, kombány, permetezőgép. Ott egyértelműen olyan digitális megoldásokkal, precíziós megoldásokkal rendelkező munkaeszközöket tudunk ajánlni, olyan erőgépeket, amik már precízen tud dolgozni, automata, robotkorványtól kezdve, minden benne van, a távlavégi fordulótól kezdve, együtt tud dolgozni a kombány és a traktor, egymás mellett tud dolgozni akár két traktor is össze tudja hangolni a munkáját, ilyen gépeket tudunk ajánlni, természetesen a munkagépekből is vannak olyan permetezőgépek, műtőszórók, amik mind a precízus gazdálkodásnak a munkavégzésére épülnek.